Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Agora kísérletezés videósorozatában. Ebben a videóban szeretném nektek bemutatni, hogyan készíthettek magatoknak egyszerűen lávalámpa-szerű díszt. Vágjunk is bele! A kísérlethez szükségünk lesz egy keskeny pohára, étolajra, szódabikarbónára és színezett ecetre. A színezéshez használhatunk ételfestéket, vízfestéket, szörpöt, vagy akár a vörös káposztából készített indikátoroldatot is. Szórjunk egy kevés szódabikarbonát a pohár aljára, és öntsünk rá óvatosan étolajat. Csepegtessünk, vagy öntsünk rá egy kevés színezett ecetet, és figyeljük meg, hogy mi történik. A színezett ételecet nagyobb sűrűségű, mint az olaj, ezért lesüllyed a pohár aljára. Amint az ecet eléri a szódabikarbónát, buborék képződést tapasztalhatunk. Ennek az az oka, hogy az ecet és a szódabikarbóna között végbe menő reakció során széndioxidgáz képződik, és ezt láthatjuk igazából a buborékolás formájában. Kis sűrűsége miatt a fejlődött gáz felfelé törekszik, és nagy igyekezetében egy-két ecet cseppecskét is felsegít az olaj felszínére. Itt azonban a széndioxid a levegőbe távozik, a cseppecskék pedig újra lesüllyednek a pohár aljára. Ez a folyamat egészen addig folytatódik, amíg a szódabikarbóna és az ecet, azaz a kiindulási anyagok közül legalább az egyik el nem fogy a rendszerből. Köszönöm, hogy velem tartottatok! Amennyiben ti magatok is szeretnétek elvégezni a kísérletet, kérjétek hozzá felnőtt segítségét, ha pedig több érdekességre is kíváncsiak vagytok, látogassatok el a honlapunkra és kövessétek Facebook oldalunkat. Sziasztok!